Ez a közel 10 méteres fenyőfa lesz idén a Tolnai megyeszékhely karácsonyfája. A termetes növényt Halász János ajánlotta fel a város számára. Ez előtt 30 éve lett ez a lakása miénk, akkor ez 180 centi magas volt. És ez lett belőle, most már megemeli a járdáknak a jobbról, balról, lépcsőt, minden, mert már baj van vele. És én szóltam a városnak, a város egyelőre csöndben volt, és egyszer megcsörrent a telefon, a város főkertész asszonya, hogy hoppá, mégis kell a fa a karácsonyfának. A férfi azt is elárulta, hogy bár a fenyő együtt nőtt fel az unokáival, a társasház felső szintjét annyira leárnyékolta, hogy délben is csak lámpa mellett lehetett olvasni. Arról nem is beszélve, hogy szinte minden évben javítani kellett az autóbeállót, és a járda szerkezetének sem tett jót a több évtizedes fagyökérzete. A fiúk is, meg a kismenyem úgy megkönnyezték, mert szerették ezt a fa, szép volt, mutatott volt. Ezért 5-6-7 éve még, Isten őrje, nem is gondoltunk volna erre, hogy odaadjuk. A fenyőfát még délelőtt a Béla király térre szállították, ahol egy kis faragás után be is tudták állítani új helyére. A napokban feldíszítik, így ez jelzi majd a Tolnai megyeszékhelyen az adventi időszak kezdetét és a szeretet ünnepének közeledtét.